Megtelt a Nyíregyházi Egyetem díszterme történelem szakos hallgatókkal és a tudomány iránt érdeklődőkkel szerda délelőtt. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából interdisziplináris, vagyis több tudományterületet érintő konferenciát tartottak, különcök, fekete bárányok, emberi zsenialitás, mesterséges intelligencia címmel. A tudományos tanácskozás első részében a különcök és a különbség megjelenési formáit vizsgálták a különböző történelmi korokban és kultúrákban. A második panelban pedig többek között olyan kérdéseket fogunk feszegetni, mint hogy milyen szerepet játszik, vagy milyen szerepet játszhat a mesterséges intelligencia a tudományokban és a művészetekben, vagy például, hogy a tudományos attitűd hogyan határozta meg a brit gyarmatpolitikát, vagy éppenséggel, hogy Romániában hogyan állították a tudományos technikai innovációt a Ceausescu diktatúra céljainak a szolgálatába. Az előadások olyan korukban meg nem értett zseniket mutattak be, mint például Károlyi György főispán, a Nyíregyházához számos szállal kötődő Jósa András, vagy az őrültnek hit Kasztíliai Johanna. A spanyol trónörökös depresszív hajlamokkal rendelkezett, és története szerint a férje Szép Fülöp iránt érzett szenvedélyes szerelembe őrült bele. Én az előadáson bebizonyítom azt, a 21. századi legfrissebb szakirodalmak és forráselemzések alapján, hogy ez ma már nem felel meg a történelmi igazságnak, mert a királynő tudott, képes volt és nagyon jól tudott uralkodni, Kasszília érdekeit figyelembe véve 1506. decemberre és 1507. júliusa között ténylegesen is uralkodott. Ennek a történetnek és a konferencián hallott előadásoknak az volt a célja, hogy felhívja a fiatal hallgatók figyelmét a forráskutatás fontosságára és arra, hogy a hagyományos történelem szemléletet és felfogást nem feltétlenül kell elfogadniuk.